Kaptunk egy kis pihenőt, úgyhogy fel tudtunk egy kicsit töltődni. Gondolom mindenki a családjával, barátaival töltötte ezt az időszakot, néha kell ez a kikapcsolódás. Viszont most már csaptok vissza bele újra a munkába, a Vác ellen készültök, mire számítotok ezen a meccsen szerdán? Igen, hát nem számítunk könnyű mérkőzésre, ugye a magyar bajnokság ugye elég erős, de úgy gondolom, hogy tovább a formánkat erősítve, tehát a magyar kupát ezt megnyertük, de a papírforma alapján azt mondom, hogy nekünk azért kötelező ez a győzelem. Magyar kupa, bajnokság, BL, minden van ilyen szempontból. Kell, tudtok különbséget tenni a meccsek között, vagy jön a következő, és csak le kell játszani? Igen, mindig a következőre koncentrálunk, mert annyi mérkőzés van, hogy nem szeretnénk előre szaladni, és valamikor még szuszonni is alig van időnk, már jön a következő, tehát a héten is ugye a Siófokkal lesz a hazai mérkőzésünk, ez a hét sem lesz egyszerű, utána meg folytatódik tovább a BL menetelés. Összességében ez a magyar kupa győzelem, amit említettél te is, az adott egy ilyen kis plusz löketet a csapatnak, egy ilyen kis pozitív feltöltődést a nagy hajtás közepette? Igen, ez volt az első olyan két nap, amin ugye meg kellett nekünk mutatni, hogy mi vagyunk a Győri Audietto, és szeretnénk elhódítani a kupát, és ezt ismét sikerült, és nagyon örülök neki, hogy az első akadályt azt így vettük.